Sziasztok, Szöcsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy kicsit folytatni fogom nektek a Crash 2-t. Hát, hogy hol is tartottam? A harmadik szintnél, ha jól emlékszem. Úgyhogy nem is igazán húzom az időt. Lássunk hozzá. Ja. Igen. Közben folyamatosan jönnek itt a videók. Jönnek a demók. Ja. Oké, ezt már láttuk. Köszönjük. Folytassuk a harmadik szintről, ugye a legutóbbi fejlemények során legyőztem Komodó testvéreket, és igen, 22%, mert itt hagytuk abba. Hát lássuk, mit hozunk ki az egészből. Jó, igen, tudom, ezek a harmadik szintű pályázatok sosem voltak a kedvenceim, okkal. Mindjárt meglátjátok miért. Na igen. Ugri-bugri ezerrel. Nem baj, legalább burgudánk van második szinten. Volt. De is szépen megfulladunk. Ura, ne sorgok burduga. Az nem volt sikor. Hát ezt nem hiszem el. Megint elveszítettünk két életet, nagyon jó. És még nem jutottam előre 10 méterre. Gyerünk. Hát itt a végén annyi ezért az almát összegyűjtök, hogy lesz még egy élet. Hop. Oké. Ez az checkpoint. Jó van itt, nem kell úgysem tovább menni. Gyerünk! Megint a dupla sörvény. Jó vannak. Ó, igen, vannak ilyenek. Akkor igazán ő szendékosan meg fogok beszippantani. Alig megy ki belőle a motor is. Osztorolt. Jó, siker. Full siker. Maradjunk az amatőröknél. Hogy? Jó, oké. Megvan, bónusz rája. Na, gyerünk. Oké. Felugri. Át. Rá. Ki. Bingo. Remek. Megvan. Az is megvan. Ó, gyerekek, nagyon jók vagyunk ma. Imádom ezeket a zenéket. De gyerekek, gondoljunk bele, ez egy 96-os erős. És tök hangulatosak a zenék hozzá. Oké, ennyit burgerről. Megvan a pistol. Nem baj, legalább egy burgerről legyen elég. Úgy én gondolom, itt okkal kell lejönni. Igen, mert ezt itt mondjuk nem tudtuk volna megcsinálni. Más érülés nélkül. Jó, semmi baj. Egyébként az állítólag itt végig lehetne ugrálni a dobozukon. Nem igazán hiszek ebben, hát kisebb fázis késés volt azért. És most a harmadikat még nem szedted össze. Ott! Azt jól elmértem. Semmi baj. Most nagyon neki szaladunk. Hoj! Az nem múcsuk van. Itt volt. Elfogjuk össze. Gyerekek, oda nézzetek! Na így néz ki a szürke kristály.
most lehet látni, minden dobozt összeszedtem, ezért megkaptuk a szürke kristályt. Mert ügyi gyerek voltam, és nem hagytam ki egyet se. És akkor ilyenkor jön a szokásos táncunk hozzá. Úgyhogy visszajövünk, és akkor még egy kristályt össze lehet szedni ezen a mapon. És akkor lehet mondani, hogy... És akkor jön hozzá ez a... Most komolyan csak ezért megéri ezzel játszani, vagy ezért a kristályt összeszedni, tehát ez valami hihetetlen. Fú. Na ezek a pályák azok, amiket úgy nem igazán csípek. Hát ez sem úgy csípek. Oké, ez megvan. Ja igen, találkozunk új ellenfelünkkel, az ő, aki rendszeresen megpróbál minket lepirózni. Ugye, mint mondtam, a nitróhoz hozzáérni szigorúan tilos, mert amint hozzáérsz, abban a pillanatban meg is öl, tehát ennek nem kell se időzítés, se semmi. Ez... Oké. Ezt bebuktam. Nem baj. Nem olyan macerás részén voltam polcsér most. Jó, van megvan minden. Az egyetlen baj, hogy nem lehet kikerülni, tehát mint látjátok, fordul velem. Milyen retart hangot ad ki. Igen. Ezért mondtam, nitróba nem belemenni. Az fáj. Ez kifejezetten káros az egészségre. Kiforogjuk. Minek pörögti eddig? Mi vagy te? Nem baj, akkor is csak azért is össze fogom szedni. Remek. Meg lesz ez, nem kell aggódni. Nem ez volt a legnehezebb eddig. De rohadt nitróról szedjünk már valamit. Oké, kész, az alma nem is kell. És közel, az a lényeg, hogy a doboz össze legyen törve. Igen, ezekre meg rá kell ugrani. Mindenképpen, mert hogyha megpróbáljuk őket kipörögni, vagy becsúszni nekik, akkor súlyos problémákba ütközünk, ugyanis rájövünk, hogy nem lehet. Az, de nem úgy sokan. Igen. Na akkor azt mondja, hippi hoppi. Hip, 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 hip. Igen. Allé, hopp. Na indulás le. Menjünk egy bónuszpályát, lehet szerzünk vissza egy-két életet, vagy egy bordugát legalább. Ennyi kell még. Na jó, van egy élet megvan. De jó! Jó, na ott van legalább egy élet. Jéjj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 j
kettő életet, legalább ennyivel több van, mert itt a macska az izé bekaphatja. Gyerekek, nekünk 30-valahány életünk van most már. Ja igen, ezt így kell kiírtani, hogy itt túl gyorsan forog, és akkor állítólag át lehetne menni, de így valahogy egy kicsit egyszerűbb. Elméletileg ilyenkor lehetne már átmenni rajta, de valahogy nem tudom már terezni. Hát nekem még ez az egyes is túl gyors.
Nyokja. Remek, az is megvan. Meg legalább egy kérdőjeles doboz volt, hát ezzel a legjobb. Ilyenkor mindig az alma felé megyünk. Almánál jó dolog van, ott mindig jó tenni. Oké. Mondom én. Aha, igen, ilyenkor totál sértetetlenek tudni. Az mi sebesített meg? Jó van. Lehet látni, kettő ládát hagytam el, igen, és azokat nincs tudom hol. De, tudom, de most oda visszamenni. Mondjuk jó, nem jön jó, nem jön rosszul, sose az. Jó, mert most pörögtem ki ezért. A feloldóját. Igen, mert itt volt az egyik. És állítólag most már elérhető az a két láda. Most nem is jött rosszul. Jó, de gyerekek, megvan az összes láda. Jó, csak nyugodtan. Visszafelé futni a csatornába sose jó dolog, ezt tanuljátok. Oké. Ez egy gyönyörű szép út. És ott a következő szürke kristály. Nem tudom, hogy az első pályákon miért nem sikerült abszolút összeszedni, nem? Viszont ez plusz 100%, és hogyha sikerül az összes ezért szürke kristályt összegyűjteni, akkor kapunk egy plusz outrót. Ezt nem olyan régen tudtam meg én is, hogy azért úgy illik gyűjtögetni. Jó van, oké. Tudjuk, Encortex. Na menjünk Maxis pályára. Vagy legalábbis hidegre. Fogalmam, abszolút nem tudom már az első pályák óta, hogy egyáltalán hol tartunk. Magyi! Neked az ugrás gomb az úgy? De milyen furán alak, meg ilyen Titanic effektus. Hát ez sem úgy sokan. Nem baj, akkor is cuki. Aranyosan elnéz. Oké. Na végre. Itt nem kell nyomni az előre gombot, jó? Megszokás. Megvan, az is megvan. Elgyűjtöm én itt a ládákat, gyerekek, mint az ököl. Oké, checkpoint. Addig jó jön. Adhatjuk le az egyik ládát, igen, most már itt is új ellenfelekkel találkozunk. Na igen, következő, amikor megbotlunk, jön és akkor néz, hogy... What? Ez az. Oké, megvan mind. Hát az nem volt meg. Én ezt a pályát nem hagyom abba a szürke kristály nélkül. Na, nincs az egy Isten. És ez a baj, hogy ezeket nem is lehet csinálni semmit. Ez is megvan. Ez is megvan. Jó, csúszunk egyet, jó. Oké, ez is megvan, nagyon jók vagyunk, gyerekek. Akkor a királyok vagyunk, hogy ez magát. Azt hittem legalább fölemeled.
GP király. Oh! Fú, ez nem most sok volt. És megvan az összes közé. Ó, na ne már. Előbb szedjük össze a kristályt. Akartok látni egy bónuszpályát? Biztos. Ó. Pardon. Nem, nem, inkább megyek előre. Bónuszpályák mindig nehezek, azt majd egy külön videóban bemutatom neked. Előbb legyen meg az öt szint. Furcsa ez a pálya, ez a szint, ez egész egyszerű. Road to Ruin. Juuu! Úristen, szerintem tudom, hogy ez melyik pálya. Igen. Igen, jól látjátok, vaksötétbe megyünk. Azt a tíkja. Vagyis nem így, hanem leesés nélkül. Valahogy így. De mindegy, igen vagyok. Csak menjünk a kristályra. Igen, és akkor itt már érdekességekkel is fogunk találkozni. Ilyen minket követő izé. Ez meg ne kérdezzétek, micsoda, ez csak úgy lehet megölni, ha becsúszol neki. Ezek a cuccok egyébként lezuhannak egy idő után, tehát ezzel rajta maradok akkor. Igazi pancser vagyok. Na jó, ahogy nézem, ez viszont nem tudom. De ez lesz van. Igen, ez ilyen tüzetköp. Átugrani át lehet, tehát nem arról van szó, hogy lehetetlenség. Ezért átugrani csak éppenséggel egy kicsit nagyobb a sugra, mint gondolna. User kapitány, kapcsolj ki. Ezt nem hiszem el. De mondjuk ehhez a zene rohadtul idegesít. Nagyon nem szeretem. Gyere! Ne már! Abba hagyta! Ja, és egyébként ahogy nézem, itt már meg is kapjuk az egyik csúnya bácsit. Igen, tehát nem lehet ráugrani, kipörögni, semmi ilyen. Most már úgy abba hagyhatnánk. Na is akkor gondolkoznak az emberek, hogy miért hagyom ki bónuszpályát. Ez ennél rosszabb. Jó, de legalább szereztünk plusz egy életet. Na. De jó, ezek azonban leesnek. Ó, jó van, semmi probléma. Oké, megvesz a... Azt mondja, hogy... Egy meg. Ale, up. És meg is van. És még újra vissza lehetne ugrani, de nincs annyi pénze a világnak. Jaj, te meg nem mersz átérni, miért? Gyáványoszi. Vagy kis egér, vagy mi a tököm ez. Na ez egy egér. Legalábbis, ahogy nézve, amit azt futtatják. Na igen, ez a másik fajta szobor, amit rohadtul utálok. Rohadt nehéz kikerülni. Legalábbis kultúráltan nehéz kikerülni. Viszont az itteni bónuszpályák hihetetlenül jók, ugyanis kifejezetten sok életet tudnak adni. Na, köpsz még egyszer? Nem. Nem, amikor átjövök, akkor kikapcsol minden csapda. Igen, tehát ezek itt... Fú, de utálom ezt.
Viszont ezt nézzétek. Hm? Egy része nem csak egyszer tudtak végig menni. Hogy? Hogy? Oké, még egy kicsit elébb tudunk jönni. Az a jó, hogy legalább az árnyék meg van csinálva, tehát látom, hogy mennyire tudok még odébb menni. Még egy élet? Még egy élet? Jó, na, szerzem én itt vissza. Futi. Ajj. Megvan. Ezen a pályán most szólok, biztos, hogy nem lesz meg az összes gombot. Ez nem tudom mi volt, de megijesztett. Nem lehet visszamenni, még egy kitéletért. Az egy majom. Most komolyan, itt egy majom. Szevasz. Dirt monkey. Jaj, hogy amiken ő ugrál, az nem fog leesni. Igen, lehet hátni, ezért nem kevés ládát hagytam ki. 89-ből ma csak 3-at szedtem össze. Viszont rájöttem, hogy nem csak a szürke kristály miatt jó enni összegyűjteni. Hát ez plusz alma, meg plusz élet. Na, jöjjön az utolsó. Gyerünk. Ó, Istenem! Megint a hógolyós. Ez nem tűnik hógolyónak. Ja! Mi a szar ez? Fussá, gettó! Hát ez nem szarra gurigelik. Mi volt ez? Hát gyerünk! Ó, jó van, legalább lassú. Na ilyen komi van. Sompé, mi van? Ne? Ha, mi van? Ha, mi van? Értem. Ó, gyerekek! Jó, ez a szívbajtoszt rám. Jó van, most halunk meg. Gyerünk, futi! Futi! Gyerünk! Futi! Nem érdekel, hogy fölrobbantál. Nem. Jó van. Hogy? Na jó. Még ez is megijeszt. Tényleg pedig rohadt van egy ijesztő játék. De nem innek, nem. Elé, apa! Hibátlan. Aki nem értené, hogy miért pörgök, amikor pörgök, fölhúzom egy kicsit a lábam. Tehát eleve fölhúzom, és még följebb. Ez minimum 2 élet. Oké. Lehet, hogy nem tudok. Hey. Jó. Ez a baj, hogy abszolút semmi napni. Nos, oda nézzük! Kis köcsögözi! Szétszette a ládámat! Ez mekkora cigány. Öcsém! Edd meg a ládát!
Gyerünk. Hogy? Egy, ne röhögjé! Figyelj, valami bajom lesz, és ez meg kirúgja. Gondolsz, Maxi. Hogy? Sírjét sokan. Oké. Gyerünk! Jó. Inkább gyűjtsünk egy kicsit több almát, kell az élet. Na, bár mondjuk 34 van. 35 ugye, nulladik élete. Gyerünk, most menni fog. Most érzem. Na, elhagytam egy ládát. Jó, ennyit a szürke kristályról. Bebuktad! Yeah! Szétpörgöm itt a nózidat. Jaj! Szent Isten! Polár segít! És még mindig nevet. Hogy rohadná ketté? Szegény Polár! Hogy meg lehet ijedve? Ne röhögjé, hülye gyerek! De olyan cuki! Miért az előbb is átszaladtam rajta, és akkor nem robbantott fő? Mit sem, és még mindig nem tartunk a főbossnál. Abba a cégben beleszaladtam. Jó, most már komolyan veszem. Ígérem, te kamukaj. Segény Polár itt halára lehet rémölve. Igen, lehet szüken venni a fegyverokat. De most miért nem fordult, miért indultál el visszafelé, te szerencsétlen zimedbe? Üldözöm, ami mi? Hülye gyerek. Én is így futnék, így el, hogyha üldözne anyukám részeges pia után. Átvedett szombat este után így jönne utána, na én is futnék. Ezt nem tudom, hogy mindig benézem. Kaphatnék már egy bordugát, annak tudnék örülni. Adott halál mennyiség után kaphatnék a bordugát. Na szép. És ez, hogy elhúzzuk oldalra is, és visszafűz. Jó, tehát itt bal oldalon lesz, és jobbra kell menni. 29. Szereztem meg egy életet úton, úgy félem, hogy hogy. Ja. Csúnyi! Bam! Jó van, most már egyszerűen nem érdekel, hogy tartom a pályának majdnem a felét. 20 dobóztot hagytam. Akkor csak a harmadát. Nem, menjünk tovább, működjünk, csináljuk. Fresh, my boy! Na nézzük, ki jön. Nem emlékszem. Ó, Istenem! Biztató, Tiny. Uh-huh.
Jó, mely? Egy élet, minusz. Oké. Okay. Taktik megvan. Ez még így is mozog. Úgyhogy szerintem most ideges. Jó. És most nulláról. Jézusom. Jó, menni fog. Nem olyan nehéz. Első ránézés, segítsz könyveti. Szevasz, mert itt próbál repülni. Ugye igen, most már kettőt is öttünk. Most miért? És most sikerült volna, hogy szarba mentem bele. Oké, okay. Egy élet minusz. Ez pont. Szép így, hát ugye? De mi hozzám se ért? Ha mondjuk azt az életet, ezt nem lehetett volna könnyen leszedni. Gyere, te kis nyomorodsz! Ja! Hoppá! Ezt nem tudtam. Mert nem tűnik nehéznek, mi? Igen, tehát hány életem van még? 25-ször próbálhattam meg még. Csak összejön az elkövetkezendő 10 életben. Tudtam. Nem! Utállak. Jó, nem baj. Egy élet, egyet már simán leszel, gyerek. Szevasz. Oda már nem tudnék átugrani. De jó. Hát ez nem hiszem. Ó, hát ezt nem hiszem el. Szevasz. Hát megyünk a pálya másik oldalára, minél messzebb legyen tőlem. Végezzünk már. Szevasz. Próbál visszajutni. Igen, már látom, Crash is úgy nyasszítok. Úgy jobban át. Ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy amikor végre sikerülhetne, akkor vagy mellé ugrok, vagy nem tudom.
Jó, sikerül átugrani, legalább ekkorát. Mondjuk ez is véletlen bűvé volt. Igen, mert rohadt nehéz bemérni. És ilyen kis megfagy. Gyerekek, kezd herótom lenni Tiny-tól. Szevasz. Kiabál, egyáltalán azt se tudom, hogy... Ja, Tiny egy tigris. Mivel teljes nevén Tiny Tiger. Ki is van szobosodva? Ja, második életnél, mert ezért ennyi tűnik csak el. Ez egyre nehezebb lesz. Gyerekek, igazándiból eddig 5 életet pocsékoltunk el. Nem, 30 valamennyiről jöttem. Tehát most már, hogy kifejezetten tudnék neki örülni, hogyha sikerülne. Gyerünk! Na most szétrángatott volna az ideg. Ne már! Meghalt! Könyörgöm, meghalt! Sikerült! Mesélek. Most már kezd elegem lenni. Hát most már kezdek megbolondulni. Szevasz. És még az is vicces, hogy így kiáll a szélére. Okay. Most mindig messzebb kell ugrálni. Hát szemhiszem el. Az előbb meg összejött. Öcsém, ennyit szenvedni egy rohadt főbosszal. Az igen. Csumpi. Nem tudott már följönni. Ha köszi! Ez egy cink, amikor középre sikor. Neki kell állni, taktiká. Nem! Olyankor mindig egy centiméterrel hosszabbat ugrok. Jó, most már kezdem megszokni, hogy ha így megyek, akkor így ugrik, ha úgy megyek, úgy ugrik, ha amúgy megyek, úgy esik a pálya. Most már kezdem megszokni, de jó, megint középen esetleg. Most... Egy nagyon szar zene megy közben. Szevasz! Hát most már nagyon unom. De jó, és odakint a warp roomba nem is mentettem még Tiny előtt. Pusztulkodjál lefelé, vissza se gyere.
Megvagy! Megvan. Fú, ezt nem fogja a gyerekek, ennyi életben még nem került boss. Hú, na, hát sikerült megcsinálni a negyediket. Azt a rohadt élet. Fú, hát ez kinkeserves volt. Most mentem el, lefogy a gép, főrobban a világ, nem érdekel, ez akkor is megmaradt. Save game. Azt a rohadt élet. Nem baj, legalább sikerült. Úgyhogy most itt egy újfajta szintre jutottunk el. Ez már a pokol kapuja lesz, csak úgy szólok. Úgyhogy ezt már el sem hiszem. Komolyan mondom, hogy ez végre sikerült. Tehát úgy örülök neki. Úgyhogy igazándiból most ez ennyire az szólt. Sikerült megcsinálnom a harmadik szintet. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint hogyha eddig nem tettétek, megiratkozzatok fel a csatornámra. Innentől megpróbálok egy kicsit PS-es játékokat is bemutatni, valamint mit tudom, nem ígérek semmit, mert nem tudom, hogy mit fogok hozni. Azt tudom, hogy nem sokára jön a No More Room in Hell, arról fogok néhány baráttal videót csinálni, úgyhogy remélem várjátok. Úgyhogy igazándiból ennyiről szólt ez az egész. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Sziasztok!